Üdvözlök mindenkit! Nekrokrém vagyok! Jöjjön egy is Warframe, és jöjjön a Redeemer, a Redeemer Prime, illetve úgy általánosan a Gunblade-ek, vagy a Sherpa is ide tartozik. Az elmúlt időben kaptak egy kis buffot, szóval, de még így is ránézzük, és azt mondjuk, hogy Redeemer. Mi az istennék, használjak -e egy Redeemer-t, amikor van egy Galantánom vagy egy Grand Prime-om, ugye már miért használnék egy redeemer Szóval így boldogok vagyunk, hogy kiött ez a mesával. Nem hiába került a mesa meg a Redeemer együtt, ugyanannyiban, mint az Akiamara önmagában, uh, konkrétan megjelenés napján. Szóval, uh, ja. Tehát így, így vakarhatod a fejed, hogy tök jó, meg tényleg jól néz ki, de mégis mit csináljunk vele? Hát akkor íme a, uh, szeretném nektek megmutatni a megoldást, fogjál egy macskát, konkrétan egy adarza kavatot, fogjál egy inaroszt hát mindenkinek a kedvence az inaros, szóval már egy jó pont, fogd meg a gamblédedet, és uh, mondod be valahogy így, a lényege a billnek a drifting contact, weeping wounds, illetve blood rush, uh, kombó, továbbá egy kis condition overload, mert hogy miért ne. Továbbá fog meg, és bildeljél föl, vagy és építsél föl legalább két és félszeres kombót, ami azért nem olyan nehéz felbildelni egy kardra. és onnantól kezdve más dolgod nincs csak lőni. És hát konkrétan a Redeemer és a macskának a kritjével, a Bradlással fölépített, mert valamiért lövéseknél is épül a combo és a bládrás működik. Uh, ugye ezt megfűszerezi a Weeping Wounds, az amúgy is magasabb státusz eséllyel rendelkező Redeemernél, és ráfűszerez erre a Condition Overload, és hát ja. Elég, elég, jó kombináció jön ki az egészből. Na most, ebben az egész koncepcióban az inarosz léte talán a legjobb. rosszal eleve hajlamosak vagyunk ugye úgy harcolni, hogy az egyes képességet bekapcsoljuk, és akkor ugye egy covert Italy-vel rendelkező törrel legyilkolászunk mindenkit, függetlenül attól, hogy milyen levelben van. És, és azt kell, hogy mondjam, hogy talán nem ez a leg, Uh... effektívebb módja, hogy a warframe harcolj, de ugye az elmúlt időben livestreamben is, és sok videóban is mondtam, a Warframe megváltozott, megengedhetünk magunknak egy kis szórakozás, és már nem minden arra szól, hogy mind max, nem mind, hogyha ez a build eléggé a felé halad, hogy OP legyen ez, fuck. Még soha nem jutottam el vele addig, hogy mondjuk egy négyszeres combo multiplier felépítsek a redeemer és ott megnézem, hogy milyen damage fog kiadni magából, illetve a macska kritter, de már kettő háromszorosnál és Amit látjátok, azért elég gusztus talán a tud kiadni, és ez egy módja annak, hogy... Uh, hogy is mondjam, nagy devidget, illetve szórakoztató devidget elérünk a ridiumőre. Működik harc közben is, uh, de azt kell mondjam, hogy nem egy survivor fogsz vele végigmenni, gyorsan kell ölni, és a ölés az eléggé lassú, de bármilyen másik, mit tudja, küldetése el lehet vele szórakozni. Ettől függetlenül a riddém belehet be lehet modolni, általánosabban is rakhatsz bele ugyanúgy egy bladrást és uh, Drifting kontaktot, megfűszerezheted egy kis uh, Lifestrike-kal, hogyha uh, úgy tetszik, illetve rakhatsz bele különböző státuszmodokat, és akkor egy általános kardmódra is, és így is erőssé tud lenni, de csak a prime, hogy őszinte legyek, tehát annak van igazi veleje, ahogy néztem, de ha ezzel a bildelmész legalább elrahakhetsz a számokon néha, amiket kiér, mert egyszerűen röhölyes. és vegyétek figyelme, hogy a videóban, amit itt láttok, 155-ös elemik vannak, és több elemim ugye kipróbálom, de Uh, azért csak korrozívra volt bildelve ez a, ez a kar. tehát nem az, hogy változtattam itt a damage fajtákat, vagy olyasmi, nem, korrozió, remélem, és ez mindegyik minél hadd menjen, tehát így, így, nem számít. Szóval amennyiben megfelelően kettő és fél környékére emeled a combo multipliert már egy nagyon szép uh, számokat fog kérni. damage-re, meglepő, és amire rájön még a macskának a bonus kritje is, uh, az, az már nagyon-nagyon-nagyon szép lesz. A kérdés ugye, hogy Működik-e más Warframe-mel? az igazság, az próbáltam excalibur próbáltam, hero próbáltam, bármivel, de valamiért ugye csak az az Inarosszal működik, és ugye az Inarosszal megnyitja őket finiserre, ugyanúgy, hogy excalibur is megnyitja őket finiserre, de valamiért az Inarosszal működik a legjobban, az Inarosszal írja ki a legnagyobb számokat. Nos, gyerekek, ez minden ennyi lett volna. Egy kis rövid valami, hogy, hogy ne úgy tűnjön, hogy a Redeemer Prime ott van a polcon, és hogy teljesen haszontalan, hogy, én tudom, hogy így is, úgy is a polcon fog lenni az a Redeemer Prime, de nyugodt szíve mondhatjátok, hogy hát, ja, legalább kitok osztani vele egy becsületes damage na, egy -e fene. Jó van, na, köszönöm. Ha tetszett a videó, dobjatok egy like-ot, uh, iratkozzatok fel, Discord szerverünk videolink leírásában, illetve Facebookon is megtaláltok. Köszönöm a figyelmet, jó, ja, és boldog karácsony srácok! Sziasztok!